Tudta, hogy a világ népességének fele rizst fogyaszt főételként. Kínában a nagyon hidegtelű észak-keleti területen és az egész évben meleg déli tengeri szigeteken egyaránt terem rizs. A viszonylag száraz és hideg északi terület tulajdonképpen nem kedvező a rizs termesztéshez, de a bőséges napsütésű és gazdag csapadékú észak-keleti síkságon, illetve a melegház és más modern technikák alkalmazásával mégis lehet rizst termeszteni. Harbinváros Wuchang megyéjének rizse jó minőségű, bőségesen tartalmaz keményítőt, kemény a textúrája, főzés után pedig friss, fehér színű és kicsit édes ízű lesz. A rizs termesztéshez az enyhe időjárású, nedves déli területek jobb feltételeket biztosítanak. Kína déli része a rizs fő termesztő területe. A kínai rizs 90%-a innen származik. Ezen belül is a Jangce folyó mentéről körülbelül 60%-a. Itt a sok víz és az enyhe éghajlat miatt hatalmas területeken kiválóak a feltételek a rizs számára. A hegyekkel borított déli területeken a föld minél több helyen történő megművelése érdekében. A földművesek gyakran a folyóvölgyekben ültetnek rizst. A domboldalon gátakat építenek, majd a magasabb helyről levezetik a vizet, így alakítva ki a különböző magasságú rizs teraszokat. Yunnan tartományban a Hani nemzetiség teraszos mezői jó példák erre. A hegyekben kevés a víz, leginkább csak a pára gyűlik össze a növényeken. Ezt jól tudják a hanik is, akik nem vágták ki a hegytetőkön lévő erdőket, csak a hegységek alacsonyabban fekvő, kisebb sík területeit fogták művelés alá. Ugyanakkor csatornákat építettek, hogy a rizs termesztéshez mindig legyen víz. Több mint 1000 év alatt a hanik több mint 4000 csatornát építettek, biztosítva a teraszos szántóföldek vízellátását. Ugyanakkor az erdők több mint 75%-át megtartották. Az ökológiai művelés a kínai rizsföldek különlegessége. A földművesek rájöttek, hogy a tarisznyarák nem csak fellazítja a talajt, és megeszi a rizsföldön növő gyomokat és rovarokat, hanem trágyázza is a rizst. A föld ennivalót és kellemes életfeltételeket kínál a tarisznyarákoknak. Ehhez hasonló megfontolásból a rizsföldeken tenyésztenek halakat és kacsákat is. Ezek mind környezetbarát mezőgazdasági módszerek.